Vörös szőnyegen érkeztek a második sportbál résztvevői. Az olimpiai sportpark belső terei átalakultak. Idén dzsungel hangulattal kápráztatták el a szervezők a bálozókat. Tánc esőerdőbe repítette a közönséget, majd Borkai Zsolt a bál fővédnöke, a város polgármestere köszöntötte a közel 600 résztvevőt. Polgármesterként és egykori tornászként büszke vagyok arra, hogy Győr pezsgő sportélettel rendelkezik, rengeteg kiváló sportolónk van, és hogy a győriek szeretik a sportot. Ezért is nagy öröm számomra, hogy idén már másodízben ünnepelhetjük együtt, mi győriek a sportbár keretein belül a sportcsillagainkat. Nem csak örülök, hanem végtelenül büszke is vagyok arra, hogy az EIOF-ra, vagyis hazánk első olimpiai eseményére kormányzati támogatással olyan 21. századi létesítmények épültek, amelyek a győri fiataloknak világszínvonalú körülményeket biztosítanak a mindennapi mozgáshoz, edzéshez és versenyekhez. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is megtisztelte a rendezvényt, és elismerően beszélt Győr sportéletéről. Talán nincs annál fölemelőbb nekem, mint megemlékezni a nagyszerű eredményekről, újra átérni azokat az emlékeket, amiket mindannyian átéltünk, és találkozni a példaképeinkkel. A másik az a helyszín. Vajon van-e, közben gondolkoztam, hogy tudnám legjobban elmondom, amit én érzek, amikor ideállok, hogy vajon van-e város Magyarországon, amelyik többet ad, amelyiknek nagyobb a hozzáadott értéke a magyar sporthoz, mint Győrnek. Nem nagyon gondolom, hogy volna. Az est fénypontja a győri sportcsillagok díjátadó volt. A tavaly elért eredmények alapján egy kuratórium döntött 7 kategória helyezettjeiről és győzteseiről. A nőknél Balla Virág, a győri vízisportese Kenusa vehette át a legjobbnak járó serleget. Mindenképpen a világbajnokság volt a legfontosabb verseny, hiszen az a fő versenyünk a versenyszezonban, és ott ezüstérmet tudtunk nyerni, hiszen ennek nagyon tudtunk körülni, mert az előző évben nem sikerült dobogóra állnunk. Ez egy jó visszajelzés volt, hogy jó úton haladunk. Valamint az Európa-bajnokság, amikor 3 versenyszámban is indulhattam. A férfiaknál Boros László sportlövőt választották meg a legjobb győri sportolónak. 2018-ban a győri Európa-bajnokságon sikerült egy egyéni 3. helyet megszereznem, illetve a csapatot sikerült idézőjelben felhúznom a 3. helyre szintén, és ez jutott el erre a rendezvényre első helyezettként, aminek nagyon örülök, nagyon hálás vagyok érte. Tavaly évben volt egy világbajnokságunk, ahol sajnos nem sikerült hasonlóan, vagy esetleg még jobban szerepelnünk, de ez nem töri a kedvünket. Megyünk tovább, folytatjuk. Egy hónapon belül lesz majd az SZÉK-én 10 méteresebb a bajnokság, illetve nyáron hazai rendezésben lesz majd az 50 méteresebb a bajnokság. Az Audi Eto női kézilabda csapata idén már 22-szer nyert el a legjobb győri csapat címet. A 18-as évben sokszor elmondtuk, hogy ami elindultunk, Magyar Bajnokság, Magyar Kupa, a BL-t sikerült megnyerni. Mind a 3 fronton nagyszerűen teljesített a csapat, sok nehézséggel küzdöttünk egész évben, sok sérülésünk volt, és ugye azt gondolom, hogy a csapat erejét mutatta az, hogy a végén összeszorított foggal, egy gól differenciával, de meg tudtuk védeni a címünket a BL-ben. A következő szezonban rengeteg változás volt, ha csak említem a vezetőedzői posztot, akkor azt gondolom, hogy az egy elég nagy kihívás, de hála Istennek Danyi Gábor által vezetett szakmai stáb eddig nagyon jól helytáll, veretlenek vagyunk egész szezonban. Persze ugye most jön a nehéz rész, most jön a március-április időszak, amikor igazából osztogatják majd a trófeákat, például a Magyar Kupa, például majd a Bajnokok Ligája is, remélem a bajnokság. Nagyon sokat készülnek a lányok, rengeteget edzenek, rengeteget dolgoznak. Nekünk úgy itt a menedzsmentben 3 hónapja megállás nélkül zajlik az átigazolási időszak. Szinte nincs olyan nap, hogy ne történne valami az átigazolási piacon, úgyhogy nagyon-nagyon észnék kell lenni, nagyon-nagyon oda kell figyelni, és azt hiszem, hogy köszönjük a szurkolóknak, köszönjük a városnak, köszönjük a támogatóinknak, hogy mellettünk vannak és segítik a munkánkat. 2018 edzője a győri vízisportesek kajakkenu szakosztályának kenus mestere,
Szabados Krisztián lett. Az év felfedezettjének Mészáros Krisztófert a Győri Atlétikai Klub 17 esztendős tornás csillagát választotta a kuratórium. Idén először a Fair Play díjat Gasztonyi Péter László, a Győri Atlétikai Klub ifjú evezőse vehette át. Győr város külön díját Németh Gyöngyi, a Győri Atlétikai Klub dobó atlétáinak edzője érdemelte ki. A ceremónia legmeghatóbb pillanata a Győr sportjáért életműdíj kihirdetése volt. Horváth Tibor a győri elektromos asztali tenisz szakosztály hajdani vezetőjének több mint 20 éves munkáját ismerték el, amelynek köszönhetően összekovácsolta a győri asztali teniszezőket. Nehéz volt megharcolni azt, hogy legyen egy önálló sportcsarnok az elektromosok keretein belül. Aztán nehéz volt elérni azokat az eredményeket, ami oda vezetett, hogy olyan utánpótlásgárdánk lett abban az időben, amelyik példaértékű volt. Nehéz volt megharcolni azt, és megteremteni annak anyagi hátterét, hogy olyan nemzetközi versenyeket rendezhessünk Győrben, ami azt a tenisz vonatkozásban korábban soha nem volt. Így került tulajdonképpen a város sportján belül is az asztali tenisz egy úgynevezett húzóágazattá és élvonalban is. A díjeső után kezdődhetett a hajnalig tartó tánc, ahol sztárzenészek, táncosok és DJ közreműködésével ünnepelhettek a győri sport szerelmesei.